Szia mindenki! Dobmán papa a házban. Üdvözöllek titeket! Már is van egy néző. Már 4, 7. Hú. Jöttök rendesen. Mint migránsok a magyar határa. Ez itt az Igazi Dobmen TV élő adása, ami felvétel után felkerül az Igazi Dobmen TV YouTube csatornájára, amire ezúton kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, illetve osszátok meg annak tartalmait, akarjátok, lájkoljátok. Mai témánk pedig nem más, mint a Hit gyülekezetének vezetője, Németh Sándor és a jóga. Van, aki ezt a hírt ilyen buta kis szösszenetként értékeli, de én azt mondom, hogy ez a hír a tegnapi hírfolyam egyik legfontosabb híre, mert nagyon sok mindenre rámutat a világból. Aki nem tudná, hogy miről beszélek, annak elmondom, hogy a Hit gyülekezetének vezetője, Németh Sándor tegnap azt találta nyilatkozni, hogy a jóga bűnös tevékenység, mert annak a gyakorlói felszabadítják a démonokat. Azt, hogy ezek a démonok pontosan kicsodák és micsodák, nem fogalmazta meg, de elmesélte, hogy a jóga a keleti okkult tudományok egyik módszere, és ilyen módon a gyakorlása tulajdonképpen démon idéző rituálé, és rendes keresztény emberek számára ártalmas és káros tevékenység. Úgyhogy ezt semmiféleképpen ne alkalmazzák, mert elfordít minket a kereszténység gyakorlásától, illetve, hogy az európai embereknek, az ókori görögök, akik szintén híresen keresztények voltak, tehát a panteonjukban volt vagy 90 isten, meg félisten, meg titán, meg ki tudja még micsoda, kitalálták a mozgás kultúrát a európai embereknek, és nekünk azt kell gyakorolni, mert a keresztény emberek számára a többisten hitű ókori görögök által kitalált futás és birkózás a megfelelő mozgásforma. Hát, lehet, hogy nem hívnak meg többet az ATV-be, de én megkockáztatom, hogy ezzel kapcsolatban megnyilvánuljak, mert megmondom a frankót, gyerekek, ez ijesztő. Tehát egyrészt a 21. században élünk Európában, ráadásul elvileg Nyugat-Európához tartozunk, mert az Európai Unióban vagyunk, és mi egy felvilágosult, gondolkodású európai ország lennénk, ahol a kultúra, a tudományok, és minden egyéb olyan dolog, amitől a nyugati életforma haladónak számít, jelen van, és elvileg ez határozza meg a világlátásunkat és a világnézetünket. Mivel a dobhitel termékei nagyon népszerűek, emiatt folyamatosan lehet, hogy belecsörögnek az élőadásba, ne ijedjetek, nem megyek sehová, csak közben kinyomom a telefont. Na most van itt egy egyház, tulajdonképpen, ami azt mondom, hogy sok szempontból hasznos is lehet, hiszen nagyon sokan találnak rá a Hit gyülekezetében a hitre, és nagyon sokakat ment meg ez olyan fajta életformától, vagy életstílustól, ami az emberre nézve, és a családjára, a szeretteire nézve káros, és tulajdonképpen romboló hatású, legyen az a drog, vagy a bűnöző életforma.
Tehát mindenféleképpen megvan a hídgyülekezetének egy olyan vetülete, illetve egy olyan arca, ami az odajárók számára és a környezetük számára még hasznos is lehet. De azért az meleg, hogy egy ember, aki elvileg egy gyülekezetnek, egy egyháznak a vezetője, fő profétája, tulajdonképpen más emberek véleményének és világlátásának formálója, borzasztó ostobaságokat beszél. Tehát akkor elmondanám, hogy mi az a jóga. Eleve a jóga nem rituáli, tehát utána kéne nézni annak, hogy mi micsoda. A jóga szó szanszkrit és páli nyelven, ami egyébként majdnem minden európai nyelvnek is az ős nyelve, tehát ezt azért illene tudni, azt jelenti, hogy iga. Na most a jóga gyakorlása az nem, hogy nem démon idézés, és nem démonok felszabadítása, meg nem rituálé. A jóga az igába hajtást jelent. Ami azt jelenti, hogy a jóga gyakorlója különböző gyakorlatokkal úrrá lesz a tudatán és a testén, tehát a gyakorlattal igába hajtja magát, és a törekvésével gyógyító hatásokat ér el a szervezetében és a tudatában. Tehát közelebb kerül a békéhez, a törekvésen kerül föl, keresztül. Fölveszi az adott helyzetet, testhelyzetet, legyen az egy bármilyen testhelyzet, egy fekvőhelyzet, vagy egy ilyen komolyabb gyakorlat, és ennek a testtartásnak a megtartásával bizonyos dolgokat elér a tudatában, illetve ezek a mozgássorok, ezek tudományosan direkt úgy vannak kitalálva, hogy bizonyos szervekre hassanak, tehát a szívünket gyógyíthatják, a belső szerveinket mozgatják át, a bélműködésünket segíthetik, és a többi, és a többi. Tehát a jóga maga, ami eleve mondom igába hajtást jelent, egy nagyon komoly tudomány. Egy nagyon komoly tudomány, és tehát először is ennek illene után nézni, hogy mit jelent ez a szó. Következő. A jóga a keleti okkult tudományok vagy vallások módszere. Tehát keleti okkult. Melyik keleti okkult vallás módszere a jóga? Hinduizmus? Buddhizmus? Taoizmus? Tehát ezek az okkult módszerek? Hát akkor vegyük sorra. Tehát Magyarország keleti nyitásaként egyik legfőbb és vágyott partnere nem más, mint Kína. Nagy része taoista, konfucionista és buddhista. Tehát ezek például mind gyakorolják a jogát, vagy jogaszerű mozgás formát. India? Okkult? A hinduizmus? A világ egyik legősibb vallása? Vagy a buddhizmus? Az hol okkult? Tehát amikor egy ember így megnyilvánul démonokról, meg sátáról, meg stb., legalább illene utána járni annak, hogy mivel kapcsolatban nyilvánul meg. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy a kereszténység arról szól, hogy Isten milyen igazságtalan volt, mert a sátán volt a kedvenc angyala, a kedvenc harsonása, és az emberek kedvéért lelökte a pokolba a sátánt, akinek nem tetszett, hogy az embereket jobban szereti, mint őt. És ezért a sátánnak van igaza, erről szól a kereszténység. Tehát először is utána kéne járni annak, hogy mi újság a futrinkába, nem ostobaságokat beszélni, hogy keleti okkult tudományok, tehát a jógának az okkultizmushoz nagyjából annyi köze van, mint Makónak Jeruzsálemhez. És akkor folytathatnám tovább a tudományos kifejtését a dolgnak, csak azért fölösleges folytatni, mert itt nem erről van szó.
hanem arról van szó, hogy egy ember, aki vezet egy vallási közösséget, az egész egyszerűen ostobaságokat beszél. És én nem haragszom rá, tehát semmi bajom vele, mert az a legszebb, hogy egy olyan ember, aki ennyi ostobaságot beszél, ennyi pénzt keres. Tehát ez szenzációs. Elájulok. Itt valaki írja, hogy ez a világ a sátáni. Nem a sátáni a világ. A világot emberek lakják. Maradjunk ezzel. Tehát az a baj, hogy ne vegyük készpénznek, amit ilyen vallási vezetők beszélnek, legyen az bármilyen láma, akár a pápa, egyház, Németh Sándor, gyerekek, ne vegyétek készpénznek azért, mert valaki mondja nektek, vagy valamit hallottok, az úgy is van. Tehát utána kell nézni a forrásnak, hogy mi van, mi történik az életben, a tapasztalás. De valóban azt tapasztalja itt valaki, hogy a sátáné a világ? Vagy valaki tényleg azt gondolja, hogy az Isten azért teremtette a világot, hogy itt a sátánnal vihaskodjon? Ez így? Vagy ez így működik szerintetek? Ne éljetek már álomvilágba. Emberek vagyunk mind, akiben megvan, minden emberben megvan a jónak, a rossznak, mindennek a csírája, és ez időnként kivirágzik. És sajnos, mivel mi vágylények vagyunk, és a vágyak mozgatnak minket, a vágy az alapvetően a vágyakozás, birtoklás utáni vágy, a megszerzés utáni vágy, az uralkodni vágyás, a győzni vágyás, a szerelem, és mindegyik vágynak megjön a negatív aspektusa, mert mikor valamit megszerzel, akkor félsz, hogy elveszted. Állandóan elégedetlen helyzetben van a vágylény, és ez teremti meg azt, hogy a sátáné a világ. Nincs ilyen, hogy sátán, meg démon. Én nem mondom, hogy nincsenek szellemek, meg sátán. Van, mert aki azt éli, hogy sátánt akar látni, a sátánt lát. De akkor hogy lehet az, hogy ördögűző csak keresztény területeken megy az emberekhez? Azért, mert ott van benne a tudatban az a fajta misztika, hogy ördögöt kell űzni. A világ más területén ott másféle szertartásokat gyakorolnak. Mindenhol azt gyakorolják, ami a tudatban benne van az adott helyen, hogy mi hogy működik. Értitek? Te ilyen ostobaságokat beszél? Eleve, hogy Isten. Ki az Isten? Hát nekünk az az Isten, 5000 kilométerre odébb, meg azt se tudják, hogy kiről beszélsz. Hanem teljesen más a neve egy jelenségnek. Nincs objektív látásmód, csak szubjektum van. Szubjektív látásmód van, ami azt hiszi magáról, hogy objektív a lát. De ez nem így van. Nem is ez a lényeg, hanem hogy olyan emberek lehetnek vallási vezetők, meg egyáltalán politikai vezetők, ami nem az a baj, hogy valami nem szeret, vagy nem tetszik neki a jóga, meg a keleti filozófia, tehát semmi gond nincs ezzel. Hanem egész egyszerűen nem tudják, hogy mi micsoda. Butaság beszélése folyik. És egy vallási vezető nem beszélt butaságokat, mert hitelét veszti. Tehát nem az a baj, hogy valamit nem kedvel, vagy nem támogat, hanem nem érti, hogy miről van szó. Úgyhogy nyugodtan járjatok jógázni, akartok, ha meg nem, nem. De egyébként a jóga nagyon hasznos. És keresztények számára is működő módszer. Nyugodtan csinálják a keresztények is. Semmi bajuk nem lesz a jógától. Nem jönnek a démonok, és nem kell ördögűzet hívni. Sőt, jógázás után még a tizedet is könnyebb átadni. Szóval, érdekes. Érdekes hely a világ. Nagyon korlátoltak itt a nézetek. Nincs bajom a hídgyülivel. Valaki írja, hogy neki nem tetszik a hídgyüli.
Gyerekek, akinek nem tetszik a hídgyüli, nem kell oda menni. Nem kötelező, senkit nem köteleztek rá. Ha valakinek segít, azt mondom jó. Ha azt a szerepet tölti be, hogy segít vele, azt mondom jó. De, ami a lényege, az az, hogy amikor túl akar mutatni a szerepén, na az a baj, és olyankor kezd el hülyeségeket beszélni, az a nagy probléma. Na, további jó jogázást mindenkinek, ne féljetek, nem jönnek a démonok. Szevasztok!